nívós versenyen nagyon sok diákot láthatunk, nagyon sok okos diákot láthatunk, mert valószínűleg ti vagytok a megyének a krémje, akik ezen a versenyen megmérettetnek. Módos Gábor, a megyei matematika verseny házigazdája, a Jeddig Technikum igazgatója köszöntötte a diákokat és a felkészítő tanárokat. Idén 22 középiskola több mint 100 diákja nevezett a viadalra. A verseny összeállításnál mindig figyelünk arra, hogy a tantárgyi követelményekre alapozzunk. Ezt azért is tesszük, hogy sikerélményt tudjunk biztosítani azoknak a diákoknak is, akiknek ez az évi fő versenyük. Ugyanakkor a feladatok összeállításánál arra is figyelünk, hogy tudjunk differenciálni, tehát olyan diákoknak is megfelelő erőkifejtést jelentsenek ezek a versenyek, akik komolyabb matematikai megmérettetésen vesznek részt. Az elmúlt 30 évben már hagyományá vált, hogy február utolsó hétvégén rendezi meg a versenyt a Bolyai János Matematikai Társulat győri és soproni tagozata. Dr. Csóka Gézáné, a Bolyai Társulat elnöke azt is elmondta, hogy szeretnék a matematika gyakorlati oldalát is megmutatni a fiataloknak. Jelenlegi nemzeti alaptanterv, illetve hát a tankönyvek egyre inkább abba az irányba mennek, hogy a valóságot, a gyakorlati alkalmazást közelebb hozzuk a diákokhoz. A változó érettségi követelmények nél is ugyanezt tapasztaljuk. Továbbá itt említeném meg, de itt elsősorban saját példát tudok mondani a saját intézményemre vonatkozva, amely a Jedlik Ányos Gépipar és Informatikai Technikum, hogy mi itt nem tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek nagyon nagy mumus lenne a matematika, és ez azért bennünket örömmel tölt el. Egyrészt az órán alkalmazott módszerek, az órán, matematika órán levő hangulat, az én szerintem nem kelt a diákokba olyan félelmetes érzést. A verseny lebonyolítását 35 pedagógus segítette, a támogató cégek, szervezetek pedig az értékes ajándékokról gondoskodtak.